tulajdonképpen nem rendelkeztek piaccal, nem igazán sokat lehet kezdeni, ez egyik része a dolognak. Tehát ez nem volt akkora vagyon, mint mondják, és ez a vagyon állandóan felértékelődik. Akkor 2000 milliárdra tippelték ezt a vagyont, és a mai APVRT vagyon még mindig 1000 milliárd fölött van, mert hát mondjuk bizonyos, mondjuk a repülőtér hátrányosan felértékelődött az elmúlt időszakban. Másrészt ez az adósság nem azért keletkezett, mert hogy ebből a vagyonból ki lehetett volna egyenlíteni azt a nem 20 milliárdot, hanem 26-ot, hanem azért, mert például a hokáért mondjuk az elmúlt ciklusban, tehát nem ebben, keletkezett több mint 6000 milliárd új adósság. Ezt az adósságot a miniszterelnök úr megfogalmazása szerint nem befektetésekre fordították, hanem tulajdonképpen felérte a magyar állam. Nyugdíjra gondol? Például. De ez csak azért, mert ez most előttem van, korábban is voltak ilyen esetek. Tehát az államadósság ebből van a harmadrészt, a dollár és a forint viszonya lényegesen megváltozott. Hát nekem egy kicsit más a véleményem erről. De aztán majd a... Persze, de igen. Azt mondanám, hogy akkor... Uh-huh. Igen, hát aki nem közgazdász, hanem lelkész, mi erről a véleményem? Én úgy gondolom, hogy Marcus Aurelius filozófiája szerint látom én ezt az egész folyamatot, aki azt mondta, hogy nézzük meg, mik a dolgok önmagukban, és mi a értelmük. Tehát, hogy mik a dolgok önmagukban, hallottuk különböző szemléleteket arról, hogy mik a dolgok, tehát maga a rendszerváltás mi önmagában, de mi az értelme egy rendszerváltásnak. Ezt akkor látjuk igazán, hogyha történetesen a magyar rendszerváltást, a román rendszerváltást, a szlovén rendszerváltást, azaz a volt kommunista országoknak, diktatúráknak a rendszerváltást összehasonlítjuk, akkor azt kell látnunk, hogy Magyarország és mondjuk Románia között, ahol a legnagyobb, talán a legnagyobb különbség volt, ugye én a gazdaságot onnan nézem, hogy a munkatáborba félrerúgtuk a száraz kenyérről a patkányt, mi megettük a kenyeret, a patkány meg éhesen maradt. Tehát én nézem a folyamatokat, és azt látom, hogy Románia egy rendszerváltás után nyitottá vált, úgy, hogy közben a nemzeti vagyona, a nemzeti sége, a nemzeti gondolkodását nem veszítette el, mindig tudott a gazdasága egy nemzeti érdekű gazdaság maradni, és ott, ahol kérem szépen a Bulgáriával együtt majdnem akkora szántó területei vannak, mint egész Európának, Romániában ma is 45%-a a mezőgazdaságból él, a mezőgazdaságban dolgozik. Magyarországon az mindegy 5%. Tehát Magyarország rendszerváltásába a legjobb mezőgazdasággal rendelkező volt diktatúra országaiból lett egy 5%-os nyüglődő mezőgazdasággal rendelkező ország. Románia ma, ha bár az idei átlagtermés és egyebek nem ezt mutatják, de mégis az az igazság, hogy 45%-a a mezőgazdaságban, tehát nemzeti gazdaságban dolgozik. De Szlovéniában ugyanez a helyzet, ott is a változások után a Mercator, bocsánat, a nemzeti cégük 5%-ba a piac tulajdonosa. Tehát nem engedik, uh-huh. hogy kicsusszon a nemzeti kézből, nyitottá vált a társadalom, nyitottá vált a gazdaság, nyitottá vált az állam, hadd maradjak a magam dolgán belül az egyház irányába. Az egyház befogadta mindazokat a dolgokat, amiket megért tőle az állam, tehát alkotmányos kereteken belül működik, ugyanakkor segítője az állam és a programok is ahhoz, hogy a társadalom felkarolásában ott lehessen és együtt dolgozhasson. Akkor még egyszer megismétlem a kérdést. Hogyan lehetséges az, hogy elveszítettük a nemzeti vagyont, amit ugye említett az Imre is, és ennek ellenére nőtt az adósságállomány, de úgy fogalmazzák meg, hogy értsen. Hát én megpróbálom a saját verziómat előadni, igen. copyright nálam, bírálatjoga mindenki másnál. Tehát ami a privatizációt illeti, az a baj, hogy a nyitottságot, tehát a piacra való nyitást, a privatizációs folyamat úgy került, mint ördög a szentelt vizet. Mindjárt megmondom, mire gondolok. Nagyon kevés ma a tőzsdén jegyzett vállalat, több lenne sokkal több, ha ezeket a vállalatokat, vagy egy részét legalábbis tőzsdén keresztül privatizálták volna, vagy némelyeket följavítottak volna, mielőtt piacra viszik. Zuhman Tamás, tessék arra emlékezni, aki ugye a szocialista
kormányba ült, könyörgött, hogy a 95 év végi tömeges energiaprivatizáció árbevétel legalább egy részét forgassák vissza följavításba. De akkor hova? Mondok egy példát, várj egy pillanat. Tehát MOL például ugye most már hallom itt, hogy nemzeti vállalat. Hát mondom, mi az ördögtől? Hát egy darab állami részvény, nincs pár száz ezer kósza privát ember részvény van benn, nem nemzeti vállalat. Ezzel szemben a MOL piaci értéke pillanatnyilag a nyereségessége alapján több, mint amennyi a magyar privatizációból befolyt. Ez pedig csak egy cég. Hát hogy a csodában van az, hogy magánkézben egy cég azonnal iszonyú eredményekre képes, hát titánok azok a menedzserek, bizonyára jobbak, mint korábban voltak, de nem ennyire. Tehát kerülte a piaci megméretetést a privatizáció, ez egy nagy baj volt, ezért volt a vagyonvesztés egy jelentős rész. Az adósság, most tartani, minkre az adósság. Az én olvasatomban 90 előtt is nagy részt kamathalmozódás, árfolyamveszteség volt, és nem egyéb, ma sem. Jó, szeretném megszólítatni Pongrász Tibor urat, ő mert is nyert ebben kapcsolatban, de azt gondolom, hogy ha itt vagyunk és őszintén beszélgetünk, akkor ezt muszáj szóba hoznom. Lapunk 2003. május 31-i számában a Szegfűk tulipánok mákvirágok című cikkben az alábbi nem bizonyított kijelentést tettük. Pongrász Tibor a vagyonügynökség igazgatóságában betöltött elnöksége alatt 1 forintért adta el a Kaola RT-t Nagy Imre volt kisztitkárnak. Nagyon sokan támadták emiatt, nem csak emiatt, hanem több miatt, de mondjuk ez a Kaola, ez egy különleges sem. A Kaola az... Mennyiért lehetett eladni, és miért pont egy volt kommunistának az Antal kormány lején a... Azért ez mégis egy kitüntetett szépségi pont. 1 milliárd 600 millió forintért adták el a Kaolát abban az időben, nem 1 forintért, de ez benne volt a... Honnan veszik ezt az 1 forintot? Hát ezt jól esik hallani, 2. Ezt egy Benkő nevezetű úr vette meg, és az ottani MRP szervezet, a Nagy Imre később csatlakozott hozzá, hogy hogyan, azt nem tudom. 3. Nem volt olyan jellegű diszkrimináció, hogy ki vehet részt a privatizációban, és ki nem. Ilyen törvények Magyarországon nem voltak, tehát ilyen törvényeket senki nem alkalmazhatott. Ez az egész egy valótlanság. Álljunk meg, mert nagyon fontosat mondod. Az diszkrimináció, hogyha a diktatúra fenntartói nem ugyanolyan eséllyel indulnak a privatizációban, mint annak elszenvedői? Ön azt diszkriminációnak tartja? Tud maga olyan törvényről, ami ezt tiltotta volna? Mondjuk Csehországban van az úgynevezett lusztrációs törvény, aki azt mondja, de hogy Magyarországon aki vagyunk, drága asszonyom, egy, jó, kettő, de ez ne az haragudjon antal, már, ne haragudjon haragszom. Már, és még egy, ki a diktatúra fenntartója, ez egy borzasztóan nehéz kategória. Azt de volt, hogy sikerül meghatározni. Hol? Hát mondom, Csehországban, Lengyelországban vannak olyan helyek, ahol igenis azt mondták, hogy a diktatúrának vannak személyes felelősségei, vannak fenntartói, és ezeket bizonyos ideig kizárjuk a közéletből és a privatizációból is. Ebben lehet egyetérteni, vagy nem egyetérteni. Nézze. De nálunk erre kísérlet nem volt. Volt egy kormány, ugye egy Antal kormány, utána jött egy Horn, majd egy Orbán kormány, igen, és most tartunk a nem tudom milyen kormánynál, Gyurcsány kormánynál. Soha nem volt ilyen rendelkezés, és nagyon nehéz szubjektíven megítélni azt, hogyha valaki pályázik, akkor azt el lehet utasítani. Közlöm magával, hogy a Kaolát egyébként nem akarta megvenni a világon senki, csak nagy cégnek szabadott volna eladni, méghozzá nemzetközi nagy cégnek, mert a háztartási vegyiparban őrületes verseny folyik, jegyzőkönyv van róla, hogy én ezt is mondtam, tehát hogy ez nem túl szerencsés dolog, hogyha egyetlen pályázó volt, az nyerte. Most ugye a sajtóról beszélek, aki az Antal kormányban egyáltalán nem volt kedves hozzánk. A sajtó ezt az év privatizációjának tartotta, mondván, hogy milyen korrekt és jó privatizáció hol volt. Van, de most Paola, bocsánatot kérek, botránypolitizálást akar maga folytatni, akkor én köszönöm. Hát hogy ne, hát akkor most jön el ez egy forintra, amit már nem annyi volt. Direkt mondtam, hogy ön belt is nyert, így van, nem ezzel kezdtem. Nem igaz, de hát hogyha mindig előadjuk azt, ami nem igaz, és ezt nekem mindig, ez egy
módszer. Csak nagyon rossz. De annyit el lehet Tibor ismerni, hogy igazándiból nem piackonform volt a privatizációs folyamat, tehát valójában és jobb cégeket ki lehetett volna vinni. Azért mondtam a MOL-t, de mondanék egy másikat, akkor már az Aegis, nem emlékezz rá, az Aegist odaadták valakinek, most nem nevezem meg, mert ha ő meg gyorsan PR-t indít ellenem, valamilyen árszinten, majd kivitték a tőzsdére röviddel utána is, jóval, de jóval vastagon többet ért az a cég. Hát hiszem, hogy az a pár hónap tett volna, ott zsenik jöttek be, angolok vagy belgák, mit tudom én. Szóval nagyon sokat vesztettünk azon, hogy talán egy kicsit naivan ment a dolgok, de mindenképpen a valós megméretetés az nagyon kerülve lett. Imre, a magyar privatizáció piaci elvű volt, tehát tulajdonképpen pályázni lehetett, méghozzá szabadon. A magyar pályázók előtt élveztek azokkal a puha megoldásokkal, mint elhitel, stb. A külföldiekkel szemben. Ez tulajdonképpen, ha esett volna, a magyar tulajdonos nem is lett volna. Emlékezz, hogy a Nemzeti Bankot meddig kellett azzal pisztárkálni, míg végre az elhitel elindult, nem is tudom, hogy a 7%-a iszonyú hosszú ideig tartott, miközben